A festési és karbantartási munkálatok mellett igyekszik kisebb-nagyobb fejlesztésekkel színvonalassá tenni az összes tagintézményét a Csengei Dénes Kulturális Központ. A színházterem gépészetének felújítása a napokban kezdődik meg. Emellett 2020-ban 13 pályázatot nyújtott be az intézmény az eszközpark fejlesztésére és programok szervezésére. Az összes tagintézményünket tudtuk egy kicsit érdekelté tenni. A Dunakömlődi faluházban például a szék és asztalparkot teljes egészében új abroszokkal, lakodalmakhoz, illetve a nagyobb rendezvényekhez sikerült felújítani, illetve a konyhában minden berendezést a tűzhelyektől a hűtőszekrényeken át. A fejlesztésnek köszönhetően komfortosabbá válik a faluháza nagyobb rendezvények és esküvők résztvevőinek. Cseresznyésben mezitlábas ösvény és pihenőpark kialakítására, valamint egésznapos rendezvény megvalósítására nyert forrást a Csengei. A színházterem is korszerűbb lett, új fény- és hangvezérlő pultot vásároltak. Van még egy fejlesztési tervünk, amit a tavalyi évben pályáztunk, és szintén nyertünk rá. A paksi zenekaroknak szeretnénk egy próbatermet biztosítani, illetve kialakítani. Az ehhez szükséges technikai felszerelés teljes egészében megérkezett már. Itt van a raktárba, és várjuk, hogy elkészüljön, és be tudjuk engedni a zenekarokat. Bár elkészült, a közönség még nem vehette birtokba a kamaramozit, ahol a filmek premier előadását fogják vetíteni a nagyobb városokban lévő mozikkal egy időben. Amint lehetőség lesz rá, Pakson napi 3-4 vetítést tartanak majd. Az intézmény összesen 90 millió forint értékben igényel támogatási összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett tenderen és a CLLD pályázati rendszeren. A tavalyi évből elmaradt egy bálaszínházunk, ami egy újítás lett volna. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, ezt szeptemberben szeretnénk megvalósítani. Úgy láttuk, hogy elég nagy volt rá akkor az érdeklődés, illetve egy teljesen új program elemként júliusi hónapban szeretnénk egy erős ember versenyt csinálni kamionhúzással, autócipeléssel. Magyarországon az első 12 legerősebb ember tényleg egy prémium kategóriás versenyen venne részt itt a ház előtt. A 2020-as színházi évad bérleteinek árát visszafizették a vásárlóknak, miután a színházi rendezvényeket nem lehetett megtartani. Amint a pandémiás helyzet lehetővé teszi, azokat az előadásokat megtartják, amelyeket már korábban szerződésben rögzítettek. Kész programot állított össze a Csengei augusztus 20-ára és az adventi időszakra és az egyéb városi rendezvényekre is. Ezeket reményeik szerint a 2021-es esztendőben tudják megvalósítani.